Szeretettel köszöntjük Önöket, ez a 9 pont TV kérdezze polgármesterét című műsorát, és valóban kérdezhetnek dr. Bácskai János polgármester úrtól, méghozzá a 218-21-21-es telefonszámon, most az élő adás ideje alatt is, és ezt azért hangsúlyozom, hogy az élő adás ideje alatt, mert hogy egész hónapban, tehát a következő egy hónapban ismételni fogjuk ezt a műsort, úgyhogy ha valaki az ismétlést látja, az is bátran hívja ezt a számot, mondja el kérdését üzenetrögzítőnkre, és legközelebb fel fogjuk tenni a kérdést polgármester úrnak, akit nagyon sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Jó napot kívánok, polgármester úr! Ne lepődjön meg a kérdésen, én láttam Önt, hogy fönn van Facebookon, a kérdés pedig az, hogy mennyire használja ezt a kommunikációs csatornát, tehát szokott-e Facebookozni? Hát nem tudom, hogy eláruljam magamat, túlságosan nem. Tehát túlságosan nem, de odafigyelek rá, hogy mi jelenik meg rajta. Vannak bizonyos kommunikációs formák, amiket én nem preferálok túlságosan. A honlapomat azt kifejezetten szeretem látogatni és kezelni, de a Facebook, IVIV, meg ezek a hálózatos rendszerek nekem nem igazán szimpatikusak. Hát ha most megkedveltetjük Önnel, mert akkor ezek szerint még a 9 pont TV-t nem látta a Facebookon, úgyhogy Önnek és azoknak a nézőknek, akik még nem találtak ránk a Facebookon, megmutatnánk ezt. Én beléptem a saját nevem alatt ugye az oldalamra, ez bárki otthon a saját nevével, hogyha megteszi, akkor utána itt fölül kollégák mindjárt mutatják, hogy be kell írni a facebook.com/9.tövö, tehát 9.tövö, ezt kellene beírni, utána nyomunk ugye egy entert, és már is itt van a honlapunk, igazából én már ezt úgymond lájkoltam, tehát aki még nem járt ezen a honlapon, először egy tetszik gombra kell nyomnia, és hogyha ezt megtette, akkor onnantól kezdve nagyon-nagyon sok információ már most van ezen az oldalon, képeket lehet látni a stúdiónkról, lehet kérdezni is, akár polgármester úrtól, akár most az adás ideje alatt is itt a Facebookon, úgyhogy várunk minden észrevételt, és ami még fontos, hogy itt oldalt, bal oldalt van a YouTube csatornánk, hogyha erre így rá kattintunk, akkor egy kicsit várni kell, amíg betölt az oldal, de az összes műsorunk fönn van, tehát ez például a Kultnegyedből egy részlet, de vannak itt a heti hírek, ez a polgármesteri fórum is felkerül majd a Facebookra, tehát minden műsorunk bármikor visszakereshető és megnézhető. Úgyhogy várjuk az Önök kérdéseit a 218-21-21-es telefonszámon is, és várjuk akár itt a Facebookon is, lájkoljanak minket, és nézzenek itt is minél többen minket. Reméljük ezt az oldalt is meg fogják kedvelni. És hát ha már a kérdéseknél tartunk, mert ugye ennek a műsornak a fő célja az, hogy polgármester úrtól lehessen kérdezni, és általában nagyon sok panasszal, problémával, észrevétellel fordulnak Önhöz, de van arra is példa, hogy szeretnének valamit megköszönni, és most megmutatjuk először azt, hogy mit is. Pont. Az elmúlt években, évtizedekben sokat változott a piaci helyzet itt Ferencvárosban, és hát Önök végül is ezt végig kísérték, ezt a folyamatot. Igen, tulajdonképpen volt egy ősrégi piac, ami nagybani piac is volt valamikor régen. Nekem anyósom, feleségemnek édesanyja, ők még abban az időben lovas kocsival jártak föl Budapestre, a város szélén megpihentek, és úgy jöttek tovább, és ide a Haller piacra jártak be. Aztán hát mi tulajdonképpen, mi fiatalok, a rendszerváltáskor kapcsolódtunk be ebbe a folyamatba, és azóta is piacozunk, termelünk. Itt a Ferencvárosi Művelődési Központ mögött volt ugye egy piac, amit lebontottak, és aztán Önök ott is árultak, ugye, és utána átköltöztek ide az FMK elé. Most valójában az, mikor felépült, az egy komplex piac volt, és nem tellett bele sok idő, és kaptunk egy levelet, hogy megváltoztak a vásárlási szokások, és emiatt nincs igény a piacra. Csodálkoztunk rajta, mert jöttek emberek, nem csak amiatt járnak ki az emberek, hogy szebb árut kapnak, hanem a kapcsolat miatt. Itt gyökerei voltak a kapcsolatoknak, tehát magányosok például nagyon szívesen jönnek a beszélgetés miatt. Aztán a
kezdő fiatalok, akik megkérdezik, hogy hogy kell valamit elkészíteni, amiatt, amit máshol nem kap meg. És aláírásgyűjtés is volt nem egyszer, és nagyon örülünk neki, hogy ez a vezetőség kialakította azt a helyzetet, hogy most itt vagyunk. Mióta ide átkerültünk, harmadik éve vagyunk. Megéri egyébként itt árulni? Igen, mert ide családtagként jövünk, mindenki ismer bennünket, vannak a törzsvásárlók, itt ez magáért beszél. Akkor hadd kérdezzem a törzsvásárlót, hogy miért szeret ide járni, miért szeret itt vásárolni? Azért, mert egy csodálatosan kedves, tiszta asszony, és tudjuk, hogy mit eszünk, tehát minden, amit ad, az friss és egészséges. Honnan származik ez a friss áru? Tura. Mióta foglalkozik ezzel ön vagy a család? Korom óta, kislánykorom óta, 50 éve ide jár a családunk, járt. Ugye édesüleim meghaltak, azóta mi folytatjuk a... Árul máshol is egyébként? Nem. Meg lehet ebből azért így élni, mert hát nyilván sok munka van vele. Pótoljuk a nyugdíjat. A péntek-szombatnál többet személy szerint mi nem is tudunk többet vállalni, mert a két nap piacnak két nap előkészülete van, és a termelésre a vasárnapot is beleértve már csak 3-4 napuk, úgyhogy arra szükség van, nem tudunk egyszerűen többet jönni. Ezek saját áruk egyébként? Igen, és a nehézség ennek a sokféleségnek a termesztése, mert a két-háromféle árunak a termelése az sokkal könnyebb. Arra szakosodik az ember, arra gépesít, de erre nem lehet, hogy 25 félét. Hol termelik egyébként helyi? Valga völgyében, Gödöllő után 15 kilométerre Aszód alatt lenne a völgyben. Ismét lehetőséget kapnak, hogy a saját árujukat árulják a kiskereskedők. Én nagyon örülök neki. Mióta jár ide az FMK előtti piacra? Amióta létezik. Régebben a kemping helyére jártunk, de mióta létezik. Kedvesek az eladók, segítőkészek, úgyhogy csak jót tudok mondani. És akkor most jöjjön egy a Haller piaccal kapcsolatos hívás. Kívánok, Andrik Pálnyi vagyok innen a Haller utca 72-ből. Én csak szeretném megköszönni ezt a kis művelődési ház udvarán lévő piacnak a nagyon szép felújítását. Köszönöm szépen, adják át a Bácskai úrnak ezt a köszönetemet. Átadtuk polgármester úrnak, és hát valóban önnek vagy önöknek köszönhet. Annak idején ugye elég hosszú múltra tekint vissza a Haller piac sorsa. Sok kérdés volt körülötte, hogy itt az összeállításban is elhangzott, az FMK mögötti részen volt a piac, ami lebontásra került, ezt önök akkor nem szerették volna. Hát olyannyira nem, hogy több mint 600 aláírás gyűjtöttünk akkor a bezárás ellen, de hát akkor még kevesen voltunk a képviselőtestületben, úgyhogy nem tudtuk megakadályozni a bezárást. És valóban ez egyfajta családi kötelezettség is volt, hiszen az 50-es években édesanyám is ide hordta szabadszállásról a tömött kacsát, libát, amit éppen tenyésztettek. Úgyhogy ő is nagyon örült neki. Ő nem tud sajnos eljönni, mert már túl van a 80. életévén, de ő is nagyon örült neki, hogy újra van Haller piac. És polgármester úr szokott egyébként piacra járni? Szoktam, nagyon, mostanában kevesebb időm van rá, de tényleg nagyon érdekes időtöltés, és főleg amit az egyik őstermelő is mondott, hogy főleg a beszélgetések miatt. Tehát igazából a legjobb híreket itt kapja az ember, a legközvetlenebb információkat, úgyhogy emiatt is. Mint közösségi tér is nagyon fontos. Közösségi tér, hát meg tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy fogadóórákat is tartok ott, mert akkor ott lehet a legjobban beszélgetni az emberekkel. És egyébként, amit ha jár piacon és vásárol, azt kikészíti el otthon, tehát főzni szokott? Ó, én nagyon el vagyok kényeztetve, nagyon sok hölgynő van a családban, úgyhogy édesanyám, húgom, feleségem, most már lányom is főzöget, úgyhogy én kevés dolgot tudok főzni. Polgármester úr, ugye beszéltünk itt arról, hogy hát kistermelőkről van szó, és ezért is fontos, hogy van ez a piac, tehát hogy van hol árulják a portékáikat. Önök sokszor szerveztek különböző helyszíneken itt Ferencvárosban, amikor krumplit, almát lehetett vásárolni. Ugye ott is az volt a lényeg, hogy kistermelőtől biztos és olcsó áruhoz jusson az ember. Tervezik-e ezt a jövőben, tehát lesznek-e még ilyen akciók? Tervezünk, de hát nyilván ez a termelőktől függ a gazdáktól, hogy van-e nekik olyan dömping árujuk,
amit szívesen akciósan idehoznak és eladjuk, akkor abban a pillanatban megteremtjük a feltételeket, hiszen akár itt a Haller piacon, akár a József Attila lakótelepen, akár a tűzoltóság helyén, hogyha nagyobb mennyiség van. Tehát biztos, hogy nem szervezés kérdése, azt meg fogjuk tudni oldani. Ha lesz ilyen, arról meg mi természetesen beszámolunk majd. És akkor folytassuk a nézői telefonokkal, ahogy már említettem, ugye sokan azért telefonálnak, mert valamilyen problémájuk, gondjuk van, és hát nincsen olyan polgármesteri műsor, hogy a József Attila lakóterv, József Attila terv el ne hangozna. Most közvetlenül az adás ideje alatt vagy előtt telefonált Tóth Lajosné, aki a József Attila tervvel kapcsolatban érdeklődött, illetve a másik kérdés, hogy a Lenhossék és a Gát utca sarkán mikor lesz térfigyelő kamera, illetve Kozák József a Gát utca 24-ből telefonált szintén ezzel kapcsolatban, hogy mikor várható felújítás. Van előrelépés a múlt hónapi beszélgetésünk óta ezzel kapcsolatban? A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése után 60 napunk van, hogy döntsünk abban a kérdésben, hogy aláírjuk-e a szerződést. Ez a jövő hónap közepén fog lejárni, lesz testületi ülés, és ott fog a testület dönteni arról, hogy aláírjuk-e a szerződést, milyen feltételekkel, és indul-e a József Attila terv, úgyhogy most már nem kell sokat várni a kedves nézőknek. Ez melyik testületi ülése lesz, a július elején, vagy az után lesz? Utána lesz még egy rendkívüli, tehát 15-ig még lesz egy másik testületi ülés, hogy azon biztos meghozzuk ezt a döntést. Tehát legközelebb, és akkor most már el is mondhatjuk, hogy július 19-én jön polgármester úr, akkor már el tudja mondani, hogy döntött ez ügyben a testület.